Sziasztok mindenkinek! Rendhagyóan indul ez a vásárlás. Nézzétek, hol vagyunk? Itt vagyunk Debrecenben a Déri Múzeumnál. Itt van velem Vivike is. Bementünk a Szinszébe. Hát azért, mert nem jött meg időben a szinszélyes rendelés. Először voltunk... Voltunk a plázában. Először a Maci széljackét akartuk megvenni a kirándulásra, mert hogy holnap meg, és sehol a szinszély rendelés, ezért elmentünk hova? Pepco, aztán mentünk a Tesco-ba, aztán mentünk a... Még a kínaiba is, sehol nem volt széljacki, még nem eljöttünk a plázába, a szinszélybe. És hát akkor mutatom is, hogy miket vettünk. Most a fejemet nem mutatom, mert nagyon melegen van, de itt vagyok teljes valójában. Na. Aztán vagy jó lesz rá, vagy nem. Sajnos itt nem volt 146-os méret, csak 140-ig van, úgyhogy vettem neki egy 140-es kabátot. Hát úgy vagyok vele, hogy egy alkalomra szerintem elég lesz. És 1795 forint volt széljacki, mert hogy baromi rossz időt mondanak. Aztán mi ez, Vivike? Mi kulacs. Na, hát igen, Vivike kulacsa, 1595. Aztán vettünk egy ilyen kis tartót Marcinak az útra, 995, amiben bele tudja rakni az ilyen tisztálkodási dolgokat. Azt már Vivike választott egy hajráfot 315-ért. Egy lila pollót, már lila szín nagyon szereti. Mennyi volt ez? Ó, ez nem volt olcsó, 1690. Annyi? Azt hittem, egy ezres volt. Ja, nem jó. 1095, oké, és... Ó, az egész... Mindenki látja, ez a... egy ilyen melltartót, mert ez most nagyon jó áron volt. 1995, remélem nem lesz kicsi, és jó lesz rám. És ennyi? Ennyit fizettünk, nézzük meg. 6995-öt. Oké, és úgyhogy lejött a papírtáskából 75 forint, mert hogyha applikációval vásároltok, akkor csak 5 forint a táska. Úgyhogy ennyi. Ha lesz még valami, már pedig lesz, mert lesz még egy nagy színszérrendelés, ami nem jött meg. Úgyhogy jövök majd vissza. Hát sziasztok mindenkinek! Folytatódik ez a vásárlós videó. Ilyen nagyon gyorsan, itt egy traktor. Ebben a percben, na jó, egy órá érkeztünk haza Budapestről, és a szinszélyes rendelést, amit hát az előző vásárlósban említettem, hogy rendeltem, 3 hét után érkezett meg. Mikor már Budapesten voltunk, még akkor sem érkezett meg a csomag, holott ezeket Pestre rendeltem, illetve a balatoni kirándulásra, úgyhogy a szomszédom még nem voltunk itthon, átvette tegnap, és ma áthozta. És az összes költésem 16 000 forint volt, szinte mindenféle áram volt, mondom is nektek az árakat, és akkor mutatom is, hogy mik voltak benne. Hát legtöbb dolog a kirándulásra lett vásárolva, például ez a széljacki is, aminek az ára 2895 volt féláron, ugye Marcinak, hogyha rossz idő lenne, update, rossz idő van a Balatonon, viszont az a piros csekki, amit vettem neki 1700 forintért, tökéletesen jó volt rá, nem tudom, hogy hordta, hogy volt-e annyira hideg, minden esetre itt lesz egy utánpótlás, úgyhogy ha jövőre megy kirándulni, vagy bárhova, már nem kell az utolsó pillanatban ezzel foglalkozni, szürke színű, zöld színű, hálós és 152-es, szerintem ennyiért ajándék volt, és alul pedig még egy kis felirat is van. Úgyhogy ez hiába jött volna meg, nem jött meg időbe, úgyhogy így is úgy is venni kellett egyet. Na, folytassuk tovább, jön a következő. Ó, egy kancsó, és hozzá 4 pohár. Ezt azért vettem, mert volt nekem egy nagyon jó kis pepkós kancsóm. Sajnos a forró főzőlapra ráraktam tavaly, és megolvadt. Igen, ez vagyok én. És akkor ez viszont úgy volt, hogy 1595 forint volt 4 pohárral együtt, és olyat választottam, ami a hűtő oldalába befér, és limonádénak, vagy csak egyszerűen, nem tudom, szörpöt behűteni, és ilyen kis menzelszerű le lehet csavarni a tetejét, és igen, lecsavarjuk, és ki is jön, van hozzá 4 nagy pohár, műanyag poharak. Hú, ezek jó nagy poharak, ilyen nagyok, 2 sötétebb rózsaszín, 2 világosabb, látjátok, és nem tudom mennyi az űrtartalma, de biztos rá van írva, de szerintem egy ilyen 1,5 liter biztos, hűtőben elfér,
itt van egy ilyen kis zárórész is, tehát nem borul ki, úgyhogy rá kell csavarni. Képzeljétek el, mintha rá lenne csavarva, úgyhogy ez nagyon tetszik, úgyhogy ez biztos, hogy fogjuk használni. 1595. Ó, mennyi minden van itt. Na nézzük tovább. Haladjunk sorba, hogy kiírtam az árakat. A következő egy smink ecset, soha nem rendeltem még, na elhomályosodott a kamera, szóval soha nem rendeltem még smink ecsetet. Blush brush, ez nem tudom, hogy pontosan milyen, de én ilyen púderes vagy pirosítósnak fogom használni. És akkor nézzük is meg, ha ki tudom bontani. Öt. Aha. Hú, ez eléggé ilyen műanyagos az ecsete, úgyhogy nem olyan, mint például ez 1000 éves IBS, de ez nagyon-nagyon kis puha. Ez egy kicsit ilyen műanyagos, de a ragasztás sem a legtökéletesebb, viszont az ára 315, ettől független fogom használni. Menjünk tovább, a következő 2 darab tanga, ami itt van, MS-et rendeltem, és ez egybe került 795 forintba, egy ilyen világos, meg egy kék színű. Szerintem jó lesz rám, csipkés, szerintem ennyire ajándékot, tehát 400 forint volt darabja. Következő tétel, 2 darab melltartó, 2895 forint volt a 2, és hát én 80D-t rendeltem, mert az az igazság, hogy mostanában mellesleg egy kicsit növekszem, nem tudom miért. Fogalmam sincs, hogy mitől, de az összes melltartó kicsi már rám, úgyhogy ez egyébként, ami rajtam van, ez a színszélyes, és ez is elég nagy méret ahhoz képest, amit hordtam, de jó lett. Azt hiszem, hogy ez C-kosaras, viszont 85-ös, tehát szélesebb. Egyszerűen most nőttek a melleim, ez az igazság, nem tudok vele mit kezdeni, és egyszerűen semmiben nem maradtak meg. Én ezt úgy látom, hogy a kosara az jó lesz a D. Viszont, ja, az egyik ilyen sima fekete, ennek viszont nagyon örülök, mert mondom, szétment szinte minden, már tartom meg kicsi. Szóval ez az egyik, ez azért eléggé áttetsző, és ez nagyon-nagyon szép, annyira kis szép mintája van. Szóval 2 volt, 2895, hát ez meg nagyon-nagyon szuper, ezeknek nagyon örülök, és remélem jó lesz. De majd itt ki fogom nektek írni, ha valakit esetleg érdekel, hogy jó lett-e rám, hozó lett-e, vagy sem. Következő az egy pamut rövidnadrág nekem, amit rendeltem Budapestre, de nem jött meg. Egy egyszerű fekete rövidnadrág, MS méretben rendeltem. Van zsebe, van ilyen kis összehúzója, viszonylag vékonyabb anyag, tehát nem az a dögmeleg, és ez szerintem tökéletes lesz rám. Az ára pedig 1695 forint, szuper! A következő egy kék polló lesz Marcinak. Na igen, a kirándulásra rendeltem neki új pollókat, de hát nem jöttek meg. Sötétkék 495, 152-es rendeltem, és leveszem róla a címkét, a matricát, és így néz ki. Mi van ráírva? Limit lesz. Határtalan limit lesz. 4,95, ennyibe került, aztán van neki egy zöld színű polló, 5,95-ért, ez 146-os rendeltem, de ez más szabású, ez sokkal bővebb, mint az előző, és ez bőven, hát széltibe ez elég nagy neki szerintem. Ez ilyen szörfös nyár, into the tide deep and explore, happiness comes in waves, kis nyári szlogennel, ez került 595 forintba, és a következő szintén Marcinak, bocsánat, ez lett volna 495, nem, jó, ez jó, világos kék, igen, ez a világos kék, 595 forint, ezen is rengeteg körbeírás van, ez pedig 146-os, tehát 146-152 így rendeltem, ez is jó rá most. És akkor jön még itt Vivinek egy darab kis polló, ez pedig 6-tól 7 évesig 122-es, hát nézzétek meg milyen kis aranyos, ilyen kis tollas papagáj, Hello Summer, ilyen csillogós, toppos és dupla pántos, úgyhogy
Szerintem ez nagyon-nagyon kis cuki. Ez nem volt akciós, ez 1095 forint volt. Illetve magamnak választottam még egy kosaras melltartót 1295-ért. Nem olyan szoktam amúgy kosaras melltartót, hol, de mondom, legyen már egy, tehát ez se kosaras. De mondom, legyen egy azért. Csak kell, hát ez 85D méret, és ebből azért kell a méret, ugye? Úgyhogy lehet állítani a pántját. Úgyhogy ennek az ára pedig 1295 forint volt. Ennyi, később jöttek meg, de itt vannak. Úgyhogy ne menjetek sehova, mert a napokban biztos, hogy megyek vásárolni, ugyanis tök üres a hűtő. Úgyhogy ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor jövök vissza. Sziasztok mindenkinek, háttér van a fazekakkal, megyünk ma vásárolni Vivikével, ma július 5-e van, péntek, és ma nem ment oviba, mert kivettem. A mai vásárlásunk az a Lidlben fog zajlani, ahonnan veszünk kigyóborkát, zöldséget, gyümölcsöt, felvágottat, húst hétvégére oldalas kérdőjellel, grillkolbász, grillhúst, liszt, sima, filézett csirkecomb, málnaszörp, chips, bor, cider, vagy cider, cukor, virsli, úgyhogy ez a mai terv. Ha hazajöttünk, akkor megmutatom nektek, hogy miket vettünk. Mert ha oda van kirakva... Hát sziasztok mindenkinek, itthonról jelentkezek be. Nagyon gyorsan megcsináltuk ezt a vásárlást Viviennel. A mai költésünk összesen 19.475 forint, és úgy, hogy sok húst vettem, és grillezni valót hétvégére. Vendégek nem lesznek, de mi grillezni fogunk, illetve nagyon sok akciós termék volt. Volt egy kuponom, például grillkolbászra is, amit be tudtam váltani. 19.475, a teljes kedvezmény pedig 961 forint, ebből 844 forint megtakarítás a Lidl plusszal volt. Akkor mondom is, hogy mik voltak akciósak. A szalvéta 350 helyett mínusz 120 forint volt, azaz 230, ha jól számolom, abból vettem kettő csomaggal is. Akkor volt még egy prágai sonka, ami 570-ből lejött 190 forint, illetve a grillkolbász, sajtos grillkolbász 1099 mínusz 220 forint, valamint a leveles tésztát vettem akciósan 389-ből lejött 117 forint, a kígyóborka 320 helyett 300 forint volt, a fürtös paradicsom kilója 549 forint volt kilója, amit vettem, az 344 forint lett volna kilója, de abból lejött még 94. Mindegy, az a lényeg, hogy a fürtös paradicsom 5,50 volt itt kilója blokkon, de nem annyi volt, mert kevesebb volt. Minden esetre a 62 dekáért fizettem 345 forintot, és abból még lejött 95, szóval akkor 250 forint volt, igen, 250 forint volt a paradicsom, aztán akciós volt még a lime, nem, a lime az 320 forint volt a kettő, és abból még lejött 80, szóval elég olcsóra jött ki a lime, 130 forintra jött ki a lime, azt hiszem, úgyhogy ennyi. Ez most elég nekünk hétvégére, illetve hát jövő héttől pedig jár a kaja, mert befizettem a suli menzát, úgyhogy igazából hétköznap nem fogok főzni. A jövő heti menü az úgy fog alakulni, hogy ketten leszünk itthon Marcival, Vivik óvodában van, úgyhogy abszolút nem lesz főzés, csak maximum magamnak nem akarok menzás kaját enni, majd meglátjuk. Lehet, hogy arról is lesz videó, sőt biztos, és akkor nézzük is meg, hogy miket vettem részleteiben. Azt gondolom, hogy jól vásároltam, majdnem 20 ezer forintért vettem húsokat, minimális zöldséget, gyümölcsöt, azt most tényleg azt nem is vettem, illetve egy-két extra dolgot, gondolok itt például ilyen Summer's Pie-ra, gondolok itt mentalevélre, és egy különleges új dologra, ami majd
Hát majd ki is térek rá, de ez volt a legdrágább tétel, ha jól tudom, igen, 2000 forint, de akkor kezdjük a húsokkal, mert azokat rakom is el röptibe. A legelső egy Grillmester csirke felső combfilé, fokhagymás zöld fűszeres, ár nincs rajta, de mindjárt mondom nektek, hétvégén ezt fogjuk meggrillezni. Ez 1000 forintba került. Aztán jött még haza egy csirke combfilé bőr nélküli, ez viszonylag drága volt, 1 kiló is 1800, ebből gyrosz fog készülni. És akkor szerintem sült csirke szány lesz ebből. Ez két ízületes csirkeszány, 1 kiló, picivel több mint 1 kiló, és ennek 900 forint volt kilója, vagyis 890 forint, ez pedig 903 forintba került. Sertés grillkolbász, ömlesztett sajtos, a múltkor a magyaros kóstoltuk, ezt még nem kóstoltuk, erre volt kuponom, ezt a grillrácson fogjuk megrillezni. Ez ugye mondtam nektek, hogy 1100-ból még lejött 220 forint. Aztán van nekünk itt egy leveles tészt, ami akciós volt, 272 forint, és a teljes ára pedig 389 lett volna. Van még egy kis maradék túróm, úgyhogy azt gondoltam belerakni, illetve kakaós csiga, vagy pizzás csiga fog még belőle készülni. Van egy finom kis málnaszörpünk, Szólevita márkája 450-ért, és itt mellette lesz a kedvenc kis rozéborom, ez a balatoni rozé, még nincs rajta az 50 forintos dolog, úgyhogy ez 900 forint, nincs rajta még üvegdíj. Lesz még itt egy tétel, ami nincs itt, ez pedig egy Smarties, a blokkon látom, ez 300 forint, és már Vivike eszi. Hoztam kettő szalvétát, ugye 350 helyett, mínusz 120 forintok voltak, tehát 230 forint volt egy darab, úgyhogy hoztam két csomaggal. Jött haza egy sima liszt, 170-ért, mert nincs itthon sima, csak pizza lisztem. Idén nem tudom, hogy vettem-e már ilyen kis itókát, de imádom. Ezt a holnapi grillnél fogom előni, ezt fogom szürcsikézni. Egyébként egy csomó ízben volt, de nem tudom, egyet kikaptam, és ez málna és lime ízű, 449 forint, természetesen ebben alkohol is van, 4,5%-os, ezt jól behűtve ajánlom fogyasztani. Bocsánat, rosszul mondtam az árát, nem 450 forint volt, hanem Summers by Málna 400 forint. Ez fogok majd csinálni ilyen kollagén koktélt, és abba fogom rakni, illetve nyáron limonádéba mindenbe. Szépen az ablakba fog lenni a bazsalikom mellett, még lehet később kiültetem. Isten illata van, egész úton érződött. Ezt egyszer kell megvenni, és hogyha szépen nevelgetitek, akkor hálás lesz és megmarad. Ez pedig 650 forintba került. Akkor jött még egy kígyóborka, 320 forint helyett 300 forintba került darabja. Vivike kedvence az olajbogyó, hoztam kettő csomaggal, 230 forint egy csomag. Ezért a 5 darab paradicsomért 345 forintot fizettem volna, de még lejött belőle majdnem 100 forint, úgyhogy 250 forint volt ez az 5 darab paradicsom, magyarul 50 forintra jön ki egy. És lehet, hogy nem jól mondtam a videó elején, de 119 forint volt egy darab lime, úgyhogy hoztam is kettőt. Hoztam egy zacskós salátát, 300 forintba került, 140 grammos. Az új krumplinak 300 forint volt kilója, ez került 250-be, 83 deka jó nagy krumplik, 4 jó nagy krumpli. Hoztam kettő nasit, egy fánk Vivikének, tudjátok, ez a vattacukros, és nekem egy kicsi fánk. Pillecukros 270 forintba került, az enyém pedig ingyen volt, mert nincs felütve megint, pedig szerintem ez nagyon is látható, hogy benne van, de még keresem a blokkon, de nincs, mert akkor egymás mellett kellett volna lenni, úgyhogy ez ajándék volt, de azt hiszem valami 100 forint körül volt. Van friss kaprom is lefagyasztva, de szeretem, ha van itthon szárított, úgyhogy hoztam egy ilyet 100 forintért, és egy fokhagyma granulátumot 180-ért. Jött haza egy sminklemosó vattakorong 440-ért, egy fürdőszobai szivacs, ezt Vivike választotta, kacsás 189-ért, egy 24 darabos tampon 480-ért. Aztán számomra egy újdonság, előbb sminklemosót akartam venni, aztán ezt megláttam, micellás víz, kettőfélében tudjátok megvásárolni, van olyan, ami érzékeny bőrre, és van olyan, ami ez a vizesebb állagú, ez
sima bőrre, tehát semmi extra. Úgyhogy egy ilyet vettem, nem tudom, hogy milyen lesz. Én ugye Garnier micelles vizet használtam annó egyszer, én azóta semmilyet nem használtam. Az ára kedvező volt, 620 forint, ugye eltávolítja a sminket is, felfrissíti az arcot, úgyhogy remélem jó lesz. Szivike választotta egy tusfürdőt, magnóliás illatban, ez pedig 529 forintba került és fél literes. Szivike választotta egy csokoládés perecet, 20 dekásat, 550 forintba került. Jött haza egy tartós tej, 300 forintért, pilos 2,8-as. Levesgyöngy, hát egy kicsit szétlapult, 450 forint, ugye a krémlevesek alapkelléke nálunk a gyerekeknél. Választott még Vivike egy ilyen, hát ilyen savanyú mackó gumicukorszerűséget, 580 forintba került. Hoztam egy prágai sonkát, alapáron 570 lenne, és majdnem 200 forint lejött belőle. 6 szelet van benne, és 90% hús tartalommal. És jött még egy csomag paprikás szelet, 450-ért. Akciós volt most a békönös, illetve a paprikás chips. Nekünk a paprikás abszolút nem jött be, úgyhogy mondom, akkor hozok egy békönöst. Ez 400 forintba került, és a hagyományos, mármint úgy hagyományos, hogy a gyerekek kedvence, ez a zöld fűszeres, ez pedig 520 forint. Vivike választott még egy joghurtot drazséval, 200 forintért, és itt elmondom, hogy Turbo Rudit nem vettünk, a gyerekek meg se bontották még a múltkorit, és az a kis innivaló, az a kis epres teital sem fogy, úgyhogy most abszolút nem kívánják ezeket, úgyhogy nem is akartam most olyat venni. Legutóbb megkóstoltuk a mini sajtosolót, azaz én. Nem dobtam tőle egy hátast, de most megláttam, hogy van ez a habos szelet, hát krémes szerűség. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy ez lesz a szombati ebéd utáni desszert. Nem volt drága egyébként, 900 forint, 3 darab van benne, 300 forintra jön ki darabja. Ugye itt egy krémes nálunk azért már bőven 5-600 forint. Úgyhogy ha finom, akkor veszek máskor is, ha nem, akkor pedig ez volt az utolsó. Majd kiderül. De ide ki fogom nektek írni, mert addigra megesszük, mire ez a videó felkerül. És az utolsó tétel, ez a Capri Sun multivitaminos szívós. Én ezeket így hívom. Tudjátok, bele kell rakni a kis szívószálat, és szerintem ez nagyon praktikus, hogyha a nyári szünetben a gyerekkel úton vagyunk, és nem akarok vinni gyümölcsöt, mert megromlik, de viszont valami kis vitaminos dolgot akarok vinni, úgyhogy ez arra tökéletes lesz. 2000 forint, ez volt a legdrágább tétel, 10 darab van benne, viszont 2 decisek. Úgyhogy ha azt nézzük, akkor 200 forintra jön ki darabja, ha jól számolom. Igen. És az íze pedig multivitaminos. A magyar leírást nem látom, de teli van vitaminnal, úgyhogy Vivike evett már ilyet, és nagyon ízlett neki. Hát ennyi lett volna mára ez a kis rész. Szerintem jó cuccokat vettem, a legjobban a menta tetszik. Nagyon-nagyon jó illata van, ilyen mojito koktélba is ugye ezt szokták rakni, de nálunk limonádéba lesz. Na jó van, ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor jövök vissza.